elég lesz. A szokásos pénteki forgalom a vásárcsarnok első emeletén, a házi asszonyok már a hétvégére szerzik be a különböző húskészítményeket, a kereskedők nem panaszkodhatnak a forgalomra. Még 3 hét és még többen lesznek, március 15-e után ugyanis indul a húsvéti roham. A korai ünnep korábban hozza be a vevőket is a csarnokba, a hentesek is készülnek már a húsvéti vásárlókra. Szerintem 2 héttel az ünnepek előtt már érezhető a forgalmon, mi viszont már háttérmunkát megkezdtük, ami azt jelenti, hogy pörzsölt disznókkal dolgozunk, ami azt jelenti, hogy sokkal másabb íze van a húsnak, puhább a bőre neki. Mi már ilyenkor elkezdjük a sózást, mert hagyományos árukkal foglalkozunk, sózás, pácolás, és akkor húsvét előtt 2 héttel pedig a füstölés, és akkor szárítjuk, és akkor úgy kerül a pultba a vevők elé. Sokan voltak ennél a másik kereskedőnél is, ebben a boltban is hatalmas lesz a választék húsvétkor. A szokásos füstölt termékekkel és húsokkal készülnek. A beszállítók egyelőre még nem nyilatkoztak az árakról, de drágulás biztosan nem lesz húsfronton. A tulajdonos arra számít, hogy sokan megint az utolsó napokra hagyják majd a húsvéti nagy bevásárlást. Mi úgy vásároljuk Maszek Vágóhidakról a füstölt árut, és már azért próbáljuk jelezni azt a mennyiséget, amire körülbelül szükség van. Úgy az évek folyamán, ami úgy kialakult mennyiségbe. Ami igazándiból húsvétkor keresett, az a füstölt sonka, a füstölt csánk, igazán a húsvét az a füstöltnek a ünnepe. Azon kívül azért a húsokat is fogyasszák, töltött húsok. A füstölt comba, tarja, a csánk, a kötözött és a parasztsonka lehetnek az idei húsvét sláger termékei. A tradicionális készítmények mellett azonban egy-két újdonsággal is találkozhatnak a vevők. Ilyen például a füstölt marhanyel vagy a különleges fűszerezésű sonka. A válogatósabbak már ilyet is be tudnak szerezni az ünnepi menühöz, amiből a húsok mellett idén sem hiányozhat az omlós kalács, a tojás és a torma. Ezekből is bőven lesz majd a csarnok kereskedőinél.